Rád gondolok, ha szív lelkét csillagok fürdetik, estike illata vagy az éjben. Rád gondolok, ha forrás vizét fények kergetik, napom arany titka vagy az égen. Mikor szemem mézmelleidre téved okosan, lélegzetet forró számon és szádon elakad, mikor kezem karcsú csípődön vágyva lesuhan, szavak taván vérvirág nyit, perzselő utakat. Szépség, te szent, égő arcod álomtestet húrján, édes enyém, örömzenéd dús világa hurrá. Várj, jól ismerem hangod szédületét, elhanyagolt napok szörnyű türelmét, amikor a szemed szemembe mélyed, és hangtalanul a vérünkbe téved, hol eget verő tiszta fényt vet. Néma lázak sóhaja lobban felégve, kattan a vágy, felgyújt tűz közelséged, falánk, fuldokló, forrás szenvedélye, megittasult pusztító lüktetésed, nekem adva a világ mindenséget. Mintha tündérkarban angyal szívszőtte volna, zengadal, összhangja szedte csokorba, együtt sikoltva veled égi fényét, varázskínját, gyönyörünk tüneményét. Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Irodalmi Rádió 2021. évi szerelmes vers versenyének eredmény hirdetésén, amikor eldől, hogy idén kik kapják az év trubadúrja címet és díjat szerkesztőségünknél. A műsort egyébként Fazekas Imre Pál életműdíjas szerzőnk két versével kezdtük. Az elmúlt két hétben egy műsorsorozat keretén belül már több alkotást felolvastunk, amelyek megjelennek majd Szerelmemnek Bálint napra című antológiánkban, a mai műsorban pedig folytatjuk a felolvasásokat, amiben bekapcsolódnak majd többen a kötet szerzői közül is. Szerelmes antológiánk borítója már elkészült, ami Tarcsai János grafikusunk munkája. Ahogy ígértük, az eddigi pirosas, rózsaszínes árnyalattal idén szakítottunk, és kék lett a borító, valamint a rajta látható rózsa is. Terjedelmében is meghaladja majd a sorozat korábbi részeit ez a kötet. Megmutatjuk a díjat is, amit az első helyezettek kapnak majd egy oklevél és egy ajándékkönyv kíséretében. Három korcsoportban hirdetünk eredményt. A 6-18 éves korosztályban egy első helyezett lesz, a 19-59 évesek, valamint a 60 év felettiek között pedig kettő, mert ebben a két korosztályban korábbi szokásaink szerint kétfelé választottuk a hölgyeket és az urakat. Vágjunk is bele tehát az eredmény hirdetésbe a legifjabbak csapatával, a 6 és 18 év közötti versenyzőkkel. Ebben a korosztályban 9 alkotótól került egy-egy vers vagy rövid próza válogatásunkba. Közülük az egyik legaranyosabb, Weilandics Korina verse, amit most a saját előadásában hallgathattok meg. Weilandics Korina, Valentin. Megismertem a szerelmemet, oly aranyos kedély, magával ragadott az erős szenvedély. Sok mindent tudok róla, a kedvenc itala volt a kóla, kicsit haragos ember, hisz születési hónapja december. Rengeteg mániája volt, az ablakon kibámult, még nem jött a teli hold, mindig úgy álmodott, hogy ő egy virgonc kobold. Az is közös bennünk, mind a ketten vitathatlanul szeretünk, egymásnak sok-sok örömet szerzünk. Veszekedés után mindig kibékülünk. A mezőn már ketten ültünk, madárcsicsergésre füleltünk. Megtaláltam magamban őt, ő belém soha nem köt. Hisz én is találnék benne hibát, nem szereti a libát. Olyan, mint egy gyerek,
de az én rossz csontom ajándékát este bontom. Ez a szerelem életre szól, mint mikor Afroditól betalál egy gól. Megtaláltam a hűtársamat, aki vigyáz rám, bajban is velem van talán. Boldog Valentin napot! Köszönjük szépen Korinának a verset és a felolvasást. Most pedig eláruljuk, hogy kik lettek ennek a kategóriának a helyezettjei. Harmadik helyezést ért el Rácz Lujza szerzőnk Eső című versével. Sok szeretettel gratulálunk! Rácz Lujza, Eső. Amikor a szürke felhővel teli ég, pitypanggal petjezett, megrepett földre ér, és lehűl a forró, fullasztó levegő, miről nem számolt jós, megindul az eső. Ebben fél homályban nem láthatja senki elpirult arcunkat, mennyi tél terheli. Szóval most simítsd ki szememből a hajam, megfogom kezeit, hadd csókoljam ajkad. Második helyezést ért el szerelmes vers versenyünkön a 6-18 évesek kategóriájában Melis Fanni Elgondolások című versével. Gratulálunk! És így hangzik az alkotás. Megbocsájtás. Suhogó szalmaszál nesz nélkül nem dadog, s mint esőtől lassan korhadó ablakok. Egyedül vagyok. Felbújtott folyóvíz sodrása így dalol, lesz még majd valaki, valamiért, valahol, s lelkem behatol. Becsület. Hamiskás elkopott egyszerű firkaszén, s mint poros kavicsba, úgy rúgnak belém, egész féltekén. Homokos talajból esőmos iszapot, csapodármadarak kergetik a napot, szavadból ihatok. Összetartozás, nyikorgó padláson tudatlan rezzenés, megtermett almafa, s gyümölcse mély mesés, érző szenvedés. Megfestett lágyszövet, halvány szín templomunk, ecsetem, elejtem, esküdni ott fogunk, és boldogok vagyunk. Következzék a kategória nyertesének kihirdetése. Az Irodalmi Rádió szerkesztősége elismerő oklevelet és az Év Trubadúrja 2021 címet és díjat adományozza Juhász Hanna szerzőnek Remény című alkotásáért. Sok szeretettel gratulálunk! Juhász Hanna, Remény. Ablakod alatt hallgatlak téged, gitárod húrjait pengeted lágyan. Tudom, nekem szól a keserű ének, elrejtőzöm egy megfakult árnyban. Hibáztam, ezért a vádló szavak, éj sötét éjszakán várok rád a kertben. Dallamát dúdolom már is a dalnak, alakot tükröződik az ablaküvegben. Lenézel lassan, szemedbe bánat szökik. Intenék, de ólomból lett hirtelen a karom, mint mikor az érző szívet égő tűzbe lökik. Úgy állsz ott fenn, búsan, de én nem ezt akarom. Szemem könnybe lábad, elindulok haza. De hirtelen megállít még a nyíló ajtózaja. Gratulálunk még egyszer, és jön a következő kategória, ahol eredmény hirdetünk, a 60 év felettiek, s közülük is először a hölgyek. A kötetbe bekerült alkotások szerzői közül itt Bétorda Hajnalt és Erdődi Maját kértük fel versük felolvasására. Fogadjátok sok szeretettel őket! Szervusztok, irodalmi rádiósok, kedves alkotótársak! Mindenkit köszöntök! Köszönöm a Zsoldos házaspárnak, hogy Vallomás című versemet beválogatta a Bálint napi antológiába. A vers egy első szerelemről szól,
arról az érzésről, ami meghatározó minden ember életében, így az enyémben is. A szerelem olyan erős elemi érzés, ami képes rombolni és építeni, csak az emberre jellemző tulajdonság, képes háborúkat kirobbantani, viszályokat elsimítani, hol felemel, hol letaglóz, de mindig, mindig nyomot hagy. Így van ez az én életemben is. Ez az első szerelem több mint 40 éve talált meg, és meghatározó volt a 18-tól 22 éves koromig. És már tartoztam nem csak magamnak ezzel a verssel, hanem annak az embernek is, akitől ezt ajándékba kaptam. Kívánom mindenkinek, hogy eltalálja ámornyira, mert nélküle nagyon nehéz élni. A szerelem egy nagyon nagy töltés. Aki pedig már átélte, az fogja érteni a versemet. Még annyit tennék hozzá, hogy úgy írtam meg, ahogy az ő szemével, abban az időben egykori magamat láttam. Vallomás. Tőled, nekem. Beléptél csendben, rád néztem, s tudtam, angyal szállt le hozzá. Lábadhoz borultam. Szemed bogarát szemem kutatta, minden halk szavad sóhajod eljuttatta lelkem hiányzőtte kötélhágcsóin, a szerelmet szívem kamrájába. Hol az érzések üres polcokon csak unottan borosodtak, egy szép szabadítóra várva. Feltörted a rozsdás lakatot, mely ózsdi szívem őrizte, kiégett volt, s oly lelakott, mint kifosztott éjjeli menedékhely. Mi jó illat ágyneműre vágyik, de vágya nem repíti el az ágyig, csak rongyos pricseket láthat, hol a vágy csak koldulni járhat a magánnyal kéz a kézben. Míg reménysugár nem gyúlt az égen, hogy megtaláljon nekem téged. Utóirat. Egymásra talált két sebzett lélek, test és szellem egy nyelven beszéltek, egymás sebeit csókkal gyógyítva, szerelmük ajtaját ésre kinyitva. Köszönöm, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó alkotókedvet, szép estét, szervusztok! Köszöntelek benneteket! Innen Várpalotáról. Erdődi Maja vagyok. Közeledik a Valentin nap, és ilyenkor kicsit megajándékozzuk a szerelmünket. Kis virággal, ajándékkal, egy bársony szívecskével, ami aztán sokáig kedves emlék marad. De megemlékezünk arról az érzésről, arról a szerelemről, ami korábban égette a szívünk. Meghallunk egy zenét, vagy meglátunk egy kedves ráemlékeztető tárgyat, és bizony olykor egy kicsit sírdogálunk is ez miatt. De csak azért, mert olyan jó volt, hogy részese volt életünknek. Ezek az érzések örökké megmaradnak itt bent a szívünk mélyén. Meghallunk egy zenét, és már is pörög a film. Nem baj, ha sírunk ilyenkor. Tudod, amikor elhomályosul a szem, amikor sós prizmán át látod a lelked, amikor ezerszer villan, az az egy kép, amikor rázárul a pillád, amikor gördül szemzugodból az érzés, amikor a könycsepp félúton megállni látszik, amikor az emlék sírást játszik, amikor lenyalod a szád szélén pihenő folyamot, amikor annyira fáj, hogy már nem vagy ott, amikor a gondolat ébreszti a napot, és amikor szívedbe zenét komponál, és falára graffitiként festi neved, akkor jól tudod,
miért zokog égő szemed. Köszönöm, hogy velem voltatok. Köszönjük szépen Hajninak és Majának a videókat, most pedig következzenek a helyezettek. Harmadik helyezést ért el Pocsai Piroska szerzőnk, Ha egyszer erre jársz című versével. Gratulálunk! Gratulálunk! Pocsai Piroska, Ha egyszer erre jársz. Ha gondolsz rá, hogy újra láss, nézz be hozzám. Várlak, kedves. Ne félj, a múlt nem zaklat fel, a szívem már szelíd, csendes. Tovalibben szellő szárnyán figyel egy rég volt darabka, csipkés felhőknek lágy ölén múlt képét űzi zavarja. Utakodok emlékek közt, első randevunkra várok, virágot hozol, jössz felém, szerelmes gerlepár egy ágon. Gyűrt képű idő, már régen engedett büszkeségéből, kortól málló sziklák ábrándos sóhaja visszhangzik völgy felől. Elfogyott már a vádlószó, hagyom mellém bújni a csendet. Mosolyogj, ne szólj, ne ígérj, csak jöjj, látogass meg, kedves! Idei bálinnapi pályázatunkon második helyezést ért el Keszi Teodóra Mária Ördögrét című alkotásával, amit a Szerelmes Február című sorozatunkban egy fotóval összekapcsolva már megjelentettünk. Így hangzik a vers. Keszi Teodóra Mária Ördögrét. Malahit zöld fűszálakon csillogtak a gyémántcseppek, s lépte nyomán egy-egy mindig tiszta fénnyel földre cseppent. Harmad hullás halk varázsa, amint mentél, kísért egyre, könnyen pergett a szívemre, árva csepp az árva cseppre. Azt kérem csak, ha nem leszek, menj ki majd az ördögrétre. Érted hultott könny és harmat, kristálytiszta forró fénye. És akkor következik a kategória győztese. Az Irodalmi Rádió szerkesztősége elismerő oklevelet és az Év Trubadúrja 2021 címet és díjat adományozza, Ha szembe jössz velem című alkotásáért Kristófné Vidók Margit szerzőnek. Gratulálunk! És így hangzik a korcsoport nyertes verse. Kristófné Vidók Margit, Ha szembe jössz velem. Múlnak a napok, halványul az emlék, harmad könnyekbe burkolózik az est, csitul a kín, már egyre ritkább vendég rőt lombokra az alkony aranyat fest. Szomorú, különös csendül a tájon, a szárnyaló idő pihenni látszik, rezes barnán levél csillan a fákon, nézek utána, szemeimmel játszik. Csak egy pillanat, röppen a gondolat, ha szembe jössz velem, érzem, létezek. Látom a bú mélyítette ráncokat, múlt romjain mégis feléd lépkedek. Kopogó lépteidre dobban szívem, ha szembe jössz velem, szédülök újra, érzelmek cikáznak ezernyi színben, hallom a hangod, mely álmaim zúzta. Nem számít már a fájdalom, gyötrelem. Ha szembe jössz velem, a lelkem dalol, csillogó szemeidbe feledkezem, míg az ében színű éj fölénk hajol. A 60 év feletti urak kategóriája következik, ahol a sikeresen szerepelt alkotók közül Rózsa Ivánt kértük fel versének felolvasására. Fogadjátok sok szeretettel! Rózsa Iván, mint nekünk az ég, madárnak a lég, mint akit várnak, víz a pisztrágnak, mint akit már nem ölnek, föld a növénynek, mint akit egybeolvasztanak, tűz a vasnak,
őselem, összesen négy. Kint és bent is légy. Fent és lent, nő és férfi így üzent. Te és én, mint egy lélekremény, mint lény és lény, egyesült fény. És az az érdekessége ennek a versnek, hogy ezt először olaszul írtam meg, de függetlenül ne ennek szól, akármilyen furcsa. Elmondom olaszul is. Come. Come uccello per il uccello. Come la acqua per la trota. Come la terra per la pianta. Come il fuoco per il ferro. Elemento quattro. Fuori e dentro. Sopra e giù, lei e lui. Tu e io, come un spirito. Come entità ed entità in una unità. 32 éve együtt, háborús béke, de sokat utaztuk együtt, remélem jövőre is fogunk. Szia! Köszönjük szépen Ivánnak a szép verset és a felolvasást. Következzenek most a kategória helyezettjei. Harmadik helyezést ért el a 60 feletti urak kategóriájában Cserepka István. Sok szeretettel gratulálunk neki. Gratulálunk. És így hangzik Végtelen szerelem című alkotása. Két szép szemed tükrében látom az izzó napot, sejmes, fekete hajad nekem fényesen ragyog. Nedves, vörös ajkad megérinti nyelvem, csókod mámorító, elvarázsolsz engem. Csodálatos vállaidon fehér huncut válpánt, piros pöttyös erotikus színes mennyei látvány. Gyönyörű kebleidet kábultan figyelem, alakjuk gömbölydet bűvöl a szerelem. Remek kezem, lábam egy helyben toporgok, önfeledten átölellek, szerelmesen mosolygok. Blúzod felfelé csúszik, szíved hevesen dobog, elmém mámorban úszik, egész testem ízzik, lobog. Mindkét térdet forró, izgató a miniszoknyád, harisnyád színe vonzó, sorsom kötöm hozzád. Combjaink összeérnek, vesztes az értelem. Ízzik egy földi vágy, győz most az érzelem. Lágyan hozzád bújok, érzem lázas tested, csípőd mozog bennem, megérintem a lelked. Összeolvadunk izzó fényben, testünk egyé válik a térben, mint napkitörés lárvái az égen, keringünk együtt a mindenségben. A kategória második helyezettje Takács László lett Szeretlek című versével. Ezt a verset a Szerelmes Február sorozatunkban már hallhattuk Árpád előadásában, úgyhogy fogadjátok szeretettel most ennek ismétlését. Szeretlek, ahogy tavasz a tobzódó életet. Amint játszik vele millió képzelet, ahogy a nyár az aranybúza mezőket, mint éhező a szívből adott étket, ahogy az ősz a bronzszínű köntösét, megőszült fa minden lehult levelét. Szeretlek, ahogy tél a végtelen tág hómezőt, amint betakarja, mint hűszeretőd, ahogy anya az egyetlen gyermekét, kinek odaadná mindannyiszor szívét, ahogy eső szereti a kiszáradt földet, ahova örökkön életet adni tér meg. Szeretlek, ahogy partját szereti a tenger, és simul hozzá végtelen örömmel, mint testet a bent felejtett lélek, mint teremtést a megszülető élet, mint sugárzó, kedves arc a könnyet, meg oldja az elmúlt nagy szerelmet. Szeretlek, ahogy kiejtett szó szereti a hangot, ahogy lágy mosoly szereti az arcot, ahogy óra szereti a tonat tűnő percet, kit minden percben újra megölelhet, ahogy nap az újra kelő holdat és fényajkával örökkön csókolhat. És az időknek végén lesz még egy fejezet, benne leszünk,
mint kérdésben a felelet. És mikor a világ apró bűzös romjaira hull, majd a szürke gyomokon a szín is megfakul, akkor két kis virágot simít össze ott a szél. Az egyik majd te leszel, a másik meg én. Most pedig következzék a győztes. Az Irodalmi Rádió szerkesztősége elismerő oklevelet és az Év Trubadúrja 2021 címet és díjat adományozza Miért és Egyedül című alkotásaiért Ökördi Péter szerzőnek. Gratulálunk! Gratulálunk! Pétertől a Miért című alkotást már felolvastuk a Szerelmes Február című sorozatban, úgyhogy azt ott visszanézhetitek. Most következzék a másik vers, az Egyedül című. Elengedem a szót, csak hangot hallom visszatükröződni minden zenében. Elengedem a fényt, csak szemed látom felvillanni a csillagok tüzében. Nem nyugtat az álom, ha nem téged idéz meg. Mosolyod fehérlik, ha nyári hajnal ébred. Az őszi szél zúgás a sárga levélen bánatot könnyeit hullatja kezembe. A Duna simogató csendes hulláma kezed érintését égeti bőrömre. Látod, mindenütt velem vagy. Akkor is, ha távol, csak a végtelen tudhatja, mennyire hiányzol. A legnagyobb kategória a 19-59 évesek kategóriája idén is, így ennél a kategóriánál többet időzünk, főleg azért, mert itt 8 szerzőnk is bejelentkezik saját versével, közülük az első 4, Lugosi Csenge Anna, Balázs Zsófia, Dobai Dávidné, és Vitosi Rém. Ágyazok a szíveden, mindig, mikor vacogok, a mellkasodhoz hajolok, fülem puhárrá fektetem, pam-pam, pam-pam, így szól halkan, altatót lüktet nekem. Szemem csendben lecsukódik, bőrödre egy csók még hullik, megágyazok a szíveden. Másra most nem is vágyom, így aludni, maga álom, párnádra hagyva a fejem. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előjáróban meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy így a járványhelyzet miatt az online terben meg tud szólalni a következő alkotásom. A versről néhány szót szeretnék szólni. Én a bölcsészettudományi karnak vagyok a harmadéves hallgatója itt a Miskolci Egyetemen, egyben irodalom szakos is, és ez a vers egy irodalomóra keretein belül született. Az alapötlet az már egyébként is megvolt, szerettem volna egy olyan verset írni, ahol vagy egy refrén van, vagy egy ismétlődő szó, ami magának ugye a versnek majd egy különleges hangot fog adni. Tehát ez az alapötlet megvolt, csak az ihlet nem volt meg hozzá, mert én úgy szoktam írni, hogy csak akkor írok, legyen az vers, próza, bármi, hogyha ahhoz tényleg van belső indítatás is, tehát nem ülök le az asztalhoz, hogy na, akkor nekem most mindenképp írnom kell. És aznap ez az ihlet, ez megszállt, mert ez a vers egyébként egy volt barátomnak szól, egy olyan barátomnak, akivel több évig voltunk nagyon-nagyon jó baráti kapcsolatban, viszont ez egy idő után kisiklott valahogy, de a versből érződni fog, hogy ez nem teljesen baráti hangvételű egy alkotás lett, nem véletlenül, és ez a barátság akkor véget is kellett, hogy érjen, de nem bánjuk. Fogadják sok szeretettel, fogadjátok sok szeretettel. Félig. Félig játszol, félig mégsem. Félig kéred ölelésem. Félig meglátsz, félig elfutsz, félig érzed, ismét feldúlsz. Félig sírok, félig megyek, félig érzem szereteted. Félig bántasz, félig ismersz,
félig engem bűnbe vihetsz. Félig tudod, és félig én is. Félig élünk ezután is. Félig adom, félig veszed. Félig várom szerelmedet. Félig csókolsz, félig tartasz, félig végül meggyilkolhatsz. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Az Irodalmi Rádió felkért, hogy olvassam fel a Valentin napi antológiába írt versem, amit a férjemnek írtam, és ezt örömmel teszem most meg nektek. Végtelen szerelem. Hullámokban tör fel bennem ez a szerelem. Sosincs vége, s én így végtelenül szeretem. A csendje is csak arra emlékeztet. Alig várom, mikor a szívem újra hevesen lüktet. Részem a nyugodt szorgos építkezés, befogadom a gyümölcsarató fűszerezést. Türelemmel hiszem, amiben élőn hiszek, hevesen rohan ámuló szívem kincsnek. Lépsz felém, s karjaiddal vezetsz. Szilárdan kordában folyva mehetsz velem lépésről lépésre, kartól karig, s a libikóka nyelve egyenesben hintázik. Minden jót kívánok, szervusztok! Az Irodalmi Rádió idei Valentin pályázatára írt egyik versem. Fogadjátok szeretettel! Meglátni. Mosolyott fénye zuhant ma rám. Megláttam ragyogni a barna szemfenék legmélyén felcsillanó szikrát. Éreztem, amint a kialudt szív kanóca lobban, a kohó berobban, s lelkemet a tiédbe olvasztva valami közös, emberfeletti megfogan. A megrezzent megfoghatatlanság, egy moccanás, vésett a szívben a bal pitvar falán, végzett. Ráeszmélés. Elnyomom, csak a szárnyalást hagyom a stratoszféra légüres párkányán. Szédít a folytogató oxigén hiány, pulzusom eget ver mozdulatlanságom platformján. Szempillám simít, arcod minden apró vonásán. És csak lopjuk egymást. Elnyúlt pillantásokba az asztal két oldalán. A felolvasásokat most megszakítjuk egy dallal, ugyanis Bálint napi pályázatunk mellett más jellegű kiírásainkra is érkeznek szerelmes versek. Az egyik ilyen a Bűvölő sorozat, ahol Karádi István zenész partnerünk közreműködésével lesznek dalok a versekből. A tavalyi sorozatból Kozma Barnáné szerzőnk Esőben áztam című verse volt az egyik ilyen, amit most megismétlünk. Thank you.
A Bűvölő című sorozatunk idei részében most várjuk a műveket, február 28-ig még lehet jelentkezni és küldeni az alkotásokat, a részleteket megtaláljátok honlapunk pályázatok menüpontjában. Folytatjuk a 1959 év közötti hölgyek kategóriájának bemutatását újabb 4 felolvasással a kötetbe került alkotások közül. Fogadjátok szeretettel Apor Kata, Deák Mária, Mitinár Mária és Kapusi Edit felolvasását. Apor Kata, téged kereslek. A zöld, mint tűnékeny felhő, elillant a fákról. Helyette sárga, barna, vörös arcuk mutatják. Távolban a hegyek nagy kanállal szürke ködöt esznek. Egy varjú borzongba hajtogatja. Kár. A holt avar sűrű, vastag takaróval bújtatja a földet. És én akkor ott kitárom szívemet. A lombjuk vesztett fák sűrűjében, mikor a lélek már minden zubban elveszett. Mint kit az ősz csupasz ágakkal hívogat, úgy haladok a színes forgatagban egyre beljebb, míg a könnycsepp legördült arcomon. Egy sűn kisegere. Szemem egy pillanatra csillogó pókhálón megpihen. Harmad cseppe, vagy a könnyeim miatt ilyen. Fáradhatatlanul az erdőt kémlelem. Miért pont itt? Miért erre? Szavaidat a szél zúgásában keresem. Céltalan-e buzgó igyekezet, tudom jól. Miért van az, hogy benned mindent akarok? A fák ágai, ölelő karod. A levelek a fejemre hullanak, simogat érintésük, mint akkor, egyszer ott. Haldoklik körülöttem az erdő, érzem az illatát. Majd tavasszal, ha újra élek, kutatok tovább. Hasonlat. Hasonlatot keresek, a szerelem hasonlatát. Lángoló tűz, izzás, tűzvész éget, torokgombóc és szívdobogás, gyomortái lepkék tánca. Köd takarja a szemet, mondják róla, hogy rózsaszín. Trubadúrének, Szent János bogár, első látásra villámcsapás, vagy lassan hömpölygő patak, buzgár és örvény, mi elragad, lehet egy forrás, tápláló nedű, de lehet mély kút, mindent elnyelő fekete lyuk, rejtély, zúgás, a csendből feltörő félrevert harang veszélyt jelez. Az érzés elemészt, dübörgő paták zaja, menekülő csordák, a szikszőnyegén nyomot hagyó földi vágyak sodró sóhaja. Vízesés, zuhatag, ökörnyál a szélben, táncoló bogár, madarak, vadludak, bóbiták, lepkék, de nevér száncsapás, méhek zümmögése. Hernyóbába falon. Édes fűszel véget rág az idő, barlangok karsztvize csobog. Tiszta tudattal lélegzem, a földön vagyok, s szemedben csillagok, égi kórus, lomha áhítat. Az orgona hang ölbevesz, a zene ringat, álmot olvaszt ajkunkon a csók, lázas szenvedély ragad. A test követel, lüktet a vér.
Az idő rongyossá tépte a szívem, míg ölelő karodban kerestem a szerelem hasonlatát. Sziasztok, Árpi és Adrián, és köszöntelek benneteket szeretettel, de ugyanúgy köszöntöm az Irodalmi Rádió minden alkotóját. A Bálint napi pályázatra beküldött versemet szeretném előadni Árpi kérésére, melynek nagyon megörültem, de előtte azért szeretném elmondani, hogy nagyon hiányoztok, és szeretném már, ha az online találkozások helyett már személyesen és élőben lehetnénk együtt, már nagyon várom. Most pedig akkor a versem következzék. Mitener Mária, ezüst medál. Nem tudom, meddig él ez az álom, kedvesem arcát látni medálon. Ezüst a medál, aranyban szívem. Hol vagy te, drága? Hol vagy már kincsem? Múlik az álom, jaj, ne ér véget, látnom kellene, mit hoz a végzet. Mézédes csókot, fekete átkot, lecsukott szemmel csak te rád várok. Ne bújj el, kérlek, nézd, ahogy alszom, hallgass, hogy némán szerelmet vallok, te pedig kiálts, míg be nem rekedsz. Majd suttogva mondd, mennyire szeretsz. Ringasson karod, ne érjen véget, altató dalod legyen a végzet. Harabd a számat, serkenjen vérem. Férfi vágyadat testemben érzem. Most már elég volt, ébredni vágyom, kell, hogy az álmom valóra váljon. Látni akarlak, mutasd az arcod. Nyitva a szemem, már nem is alszok. Szobám homálya rejti a léted, érzem illatod, s látom a fényed. Mégsem vagy velem, társam a vétkem. Ezüst medálom, fekete vérben. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Kapusi Edit vagyok, és szeretném felolvasni nektek az Elképzelt Szerelem című versemet. Fogadjátok szeretettel! Elképzelt szerelem. Nehezen csukódtak pilláim a rámborult sötét homályban. Nyitott ablakomon át elmerengtem a csillagok ragyogásában. Kósza hangokat hallottam bekúszni süket füleim belsejébe. Egy ismerős dallam foszlányai hasítottak bele félholt szívembe. Olyan nagyon szépen szólt. Aki csak hallotta, biztos megszakadt a szíve. Elfolytott könnyeim, mint sebes vízfolyam zúdultak arcom bőrére. Hallottam, hogy a sós ízű fájdalom szoknyám pár ráncára koppant, s a csodás dallamok emlékétől szívem egyre nagyobbakat dobbant. Elvesztem a hangok lélegzaklató, mégis simogató egymás utánjában. Hegedű szó sírta el boldogtalan bánatát, iszonyú szívbe markolóan. Hasogatott a melkasom, a keserves sírástól liba bőrös lettem. Ez a zene szólt azon az estén, mikor egy életre a tiéd lettem. Schubert. Súgtam neked oda kicsit félve, megszeppenten. De csak azért, hogy tudd, barna szemeidbe azonnal szerelmes lettem. Te tétován hajoltál kicsit közelebb hozzám, s azt mondtad, hogy tudod. Elfelejteni biztos sosem fogom azt a meghitt, mézédes pillanatot. Becsuktam a szemem, s éreztem bódítóan csodálatos illatod. Gondolatban keringőt jártam veled, s dúdoltam a gyönyörű dallamot. Tenyerembe csúsztattad tenyered, erősen szorítottál, hogy el ne szédüljek. Olyan erősen, hogy szinte fájt, mintha ezen múlt volna az egész életed. Erős karodat derekam köré fontad, s táncolni kezdtünk könnyedén, az ezerszínű virágból szőtt, illatmámoros élet álom szőnyegén.
Akkor te voltál nekem a legédesebb, legszebb angyali látomás. És a zene csak szólt, mintha véget soha nem akarna érni már. Pörögtünk körbe, mint színes papír szélforgó a sebesszélben. Karodban tartottál, biztosan fogtál, mikor kicsit megszédültem. Egyé váltam veled, mert te akkor örökre a szívembe táncoltál. Különöset éreztem. Boldogságom kósza hangjai, mint te voltál. Keringőztünk könnyedén, s a föld felett lebegve egy csókra vártunk. Schubert fekete rózsája beteljesíteni készült minden buja vágyunk. Majd néhány ismerős hangot hallottam, s az ablakomhoz léptem. Te ott voltál, és én rád nevettem. Mint egy kőbálvány, úgy álltál előttem. Halkan kezdted el dúdolni a szívemnek oly kedves melódiát. Csak ezt a dallamot akarom azóta is hallgatni, semmi mást. S keringőnk alatt a kósza dallamok, mik a fülem belsejéig kúsztak. Örökre összezárták magányos szívünket, mint láncot az erős lakat. Köszönjük szépen szerzőink közreműködését, most pedig következzenek ennek a kategóriának a helyezettjei. Harmadik helyezést ért el szerelmes vers versenyünkön Murányi Tünde Illatos Harag című versével. Gratulálunk! Gratulálunk! Murányi Tünde Illatos Harag. Reggel rám köszöntött az illatos harag, melyről te azt hitted enyém, de én tudtam, hogy belőled árad a lihegve rángatózó csend, s a néma üvegfalak. Csak az ágyölelt forró, sejmes keblével, míg ringatva feküdt alattad, de csontott finom, meleg húsa nyugodt maradt. Ekkor hozzám értél, hisz akartalak. Éreztem torkomban ereid vágtató lüktetését, s éreztem lelkemben, ahogy egyre csak duzzadsz. Az óra ketyegett szüntelen, nem lankadt, fárad lényed buzgó kedve minden percben felém áradt. A vágy kín halála fájó csengett fülemben, s fejemben szétáradt a reszketve lángoló gyors vonat. A kategória második helyezettje idén Szabadosné Csilla lett Kereslek című versével. Gratulálunk sok szeretettel gratulálunk. Csillának is, és így hangzik az alkotás. Kereslek. Kereslek az úton, földön és az égen, kutatlak a fák közt, erdőben és réten, meglesem a kávét, teát és a cukrot, az ebédemet is, a tésztába túrok. Nem voltál az ágyban, nem voltál a kádban, a tusfürdőben sem, sem az egész házban. Benézek a boltba, rekeszek és polcok, sós kedvenceit közt csak némán bolyongok. Nem voltál már sehol. Mégis mindenhonnan lényed elém toppan apró szilánkokban. Utamat elhagytad, nem kereslek többé. Így múlik el minden, s lesz örökre köddé. Következzék a győztes! Az Irodalmi Rádió szerkesztősége elismerő oklevelet és az Év Trubadúrja címet és díjat adományozza Ágencia című alkotásáért Nagy Diana szerzőnek. Sok szeretettel gratulálunk! Nagy Diana, Ágencia. Olyan vagy, mint a piros festék. Makacsul bekúszol minden kis résbe, mit gondatlanul üresen hagy az ember lánya. Beszivárogsz, csordogász, szana szét megállíthatatlanul. Én meg csak csodálkozom bosszankodva. Már megint összemostalak magammal, pedig hányszor elmondta édesanya, meghagyta Cetlin is. Pirosat a fehérrel soha-soha,
de még csak véletlenül se, ki nem szeded onnan a nyomát, úgy vigyázz. Azóta vagyok ilyen óvatos, tudod, a magad fajtával. Mert az ilyen csillagszemek, mint a tieid, még tovább nyújtózkodnak s érnek, mint a lepedő pirossága. A szerelmes vers versenyünk utolsó kategóriája előtt ismét egy bejátszás következik. A kortárs verstár pro sorozatunkba is érkeznek rendszeresen szerelmes alkotások. Az egyik ilyen egy 2017-es felvételünk, amikor Stól András tolmácsolt a szerzőink verseit. Most Szabó Kasornya Ágnes szerzőnk Esküvői Fogadalom című versét halljuk előadásában. Szabó Kasornya Ágnes, Esküvői Fogadalom. Te vagy a kudarcom. Nem tudtalak ellökni. Te vagy a bukásom. Nem sikerült meggyőzni, engem nem lehet szeretni. Pedig ha tudnád, hogy igyekeztem, engem senki ne szeressen. Nem tártam két kezem, ha az ajtón beléptél. Nem néztem szemedbe, ha hozzám értél. Nem öleltelek át, adva magam a percnek, s nem mondtam, szeretlek. Nem néztem hosszan utánad, ha messze hívott a sors. Bezártam minden ajtót, ablakot. Miért maradtál? El miért nem hagytál? Miért vagy pont velem? Pedig már annyi hibát találtam egy különös boldogságban. De hiába mondtam, semmi sem használt. Te ugyanúgy vársz. Tisztán, szépen, ünnepi fényben. Szemed ragyog, mindig rajtam hagyod, bárhová is futok. Nem értem, mi ez az új érzés. Azt hittem, a szeretet harc, túlélés, hogy kemény, mint a kő, érdes. De a te mosolyod olyan édes. Azt hittem, a szeretet koszos, olykor zavaros. Most már tudom, hogy tündököl, s ragyog. Nem tudom már tovább tagadni. Én is akarok ragyogni. Adom kezem, futok majd feléd, kitárom két karom, s azt kiáltom, szeretlek. Többé nem félek. Itt vagyok, és elhiszem, pont nekem lett a szerelem. Hát legyen ez kettőnké. Legyen ez örökké. A Kortárs Verstár Pro sorozatunk idei előadója Hevér Gábor lesz, aki nem más, mint Leonardo DiCaprio magyar hangja, úgyhogy szeretettel várjuk február 28-áig az alkotásokat erre a pályázatra is. Bővebben weboldalunk pályázatok menüpontjában olvashatsz a részletekről. A Bálint napi antológiánkban szereplő 19-59 éves urak közül is felkértünk szerzőket, hogy olvassák fel az antológiába bekerülő alkotásukat. Így most sok szeretettel mutatjuk be Kovács Ádám Máté, Nagy Antal Róbert és Nagy Imre szerzőink műsorunkba küldött videóját. Kovács Ádám Máté, veled érzem egésznek. Tűz lángolt fel lelkemben, eloltottam. Teszi ezt még intenzívebben, a víz neki meg sem kottyan, mert pálinkával locsolták, kedélyemet felborzolták, utat adok érzéseknek. Már nem félek. Lelkem híján szeretetnek, de veled érzem egésznek. Ó, csak meg ne égesselek, olcsá kérlek, azért, hogy megvédhesselek, hamuvá válok, te érted. A szívem titkon remél, te légy lelkemnek a szél. Levegőben egyé válva szálljunk messze, útközben néha megállva, fellegeken megpihenve. Szeretettel köszöntöm az Irodalmi Rádió nézőit, hallgatóit Keszthelyről. A pályázatra küldött egyik versemnek a címe 13 évig. Felolvasnám. 13 évig. Ketten voltunk. 13 évig
gyakran veszekedtünk. Aztán csendben kerültük egymás tekintetét. Öreg vakolatként hullott le az egymást elfogadás. Önzésünk falán fakult, kopott a szeretet festék. Hiába volt közös a házunk, elfordultunk. Egymásnak háttal. A szembejövőknek osztottuk szét egymást nélkülözésünk maradékát. Köszönöm a figyelmet. Minden jót! Első randevú előtt még magamban teremtelek. Könnyed létet tűnő harmad. Még minden vagy, mit ismerek, mit egy fotó meg nem adhat. Alapodban látni vélem szélben hajló törzsek táncát. Csupa ritmus, lágy szemérem, tündér dobja le így fájtlát. Sejtelmesen omló haját, cirógatja bársonyalkony. Nem tartja az csat vagy szalag, úgy hívlak majd őszi asszony. És úgy hiszem hangot, hogyha fürgén pergő patakolna, akkor felé múgyosodna, hogy a szívem körbe mossa. Óceán még két szemedben elmerülnék, hogyha bennük az éj feszül nyugodt rendben. Hová közös tudunk rejtjük. Rúzsot színét felölthetné, égő eper, friss cseresznye. Ajka ma nyár melengetné, ha ajkat húzatot lelne. Még magamban teremtelek. Rétet tartják tűnő képek. Csodát várok, mint a gyerek. Ne törd össze, szépen kérlek. Akkor sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Rádió Valentin napi műsorának nézőjét. Kanfi Horváth Imre vagyok Szentesről. Fogadják sok szeretettel Szép vagy című versemet, amit most Zsoldos Árpád előadásában hallhatnak és nézhetnek meg. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kedves Imre, köszi szépen a felkonferálást. Fogadjátok most szeretettel tehát Imre versét, melynek címe Szép vagy. Gyönyörű vagy, mint hegyek közt a nyújtózó patakvíz. Szép, mint a szivárvány száz színe. Tökéletes, mint egy matematikai képlet. A vágy vagy bennem. Érted, szomjazik testem minden része. Szép vagy, mint a szeretet fogalma. Gyönyörű, mint egy szerelmi vallomás egy egyszerű mondatban. Szép vagy, mint éjjel a leggyönyörűbb álom, mint reggel a fütyülő rigó a diófaágon. Szép vagy, mint a legszebb vers, amit egy költő írhat a múzsának, olyan vagy nekem, mint a mutató az órának. Gyönyörű vagy, mint Görögországban az ébredező tenger, ami magával ragadó, s mindent elnyel. Szép vagy, mint a legtisztább érzés, minek neve szerelem. Gyönyörű vagy, mint a virágzó világ egyetem. Szép vagy, mint bennem minden dallam, mi részemmé válik, s így születünk mi meg ketten egy dalban. Olyan szép vagy, hogy el nem mondható, nekem egy tökéleteset alkotott egy tökéletlen világban az alkotó. Gyönyörű fényettől arcomon mosolyvirág nő, kisüt szívemben a nap, tovasz áll a felhő. Szép vagy. Nekem a legcsodásabb. Nő, társnak, barátnak, lelkitársnak, szép vagy. Szép vagy, mint sötét éjben a ragyogás, a vörösen ízó teljes napfogyatkozás. Szép vagy, mint tiszta lélekben az őszinte szó, olyan szép vagy nekem, ami fel nem fogható, el nem mondható. Szép vagy. Köszönjük szépen szerzőink közreműködését, most pedig következzenek a helyezettek a kategóriában. Harmadik helyezést ért el Két kifli című munkájával Török Nándor. Sok szeretettel gratulálunk! Török Nándor, Két kifli. Magzati pózban őrizted ágyam, kis kifli voltál édesem, lágyam. Ölelő karral nagy kifli voltam,
átkaroltalak szárazon, sótlan. Megfűszerezted mégis az álmom, éreztem ízes ajkad a számon, s csókok morzsái hullottak egyre, rá a szemedre, rá az öledre. Második helyezést ért el Nagy Antal Róbert a Szerelem geometriája című versével. Gratulálunk. Sok szeretettel, és íme a vers a Szerelem geometriája. Két szék között inkább a padalá esnék, nem feszülök többé, mint köztünk a sors ég. Vágy halmozunk üres metszetekre tesz szert, két örökké közé szerkeztek egy egyszert. A padalat szabad új köröket róni, kopott a párhuzam pontatlan és ózsdi, nincs rá axióma, de a bűnvizével az űrgét kiöntik, ki magányban vész el. Ha két párhuzamos találkozik egyszer, több háromszöget rád nem tükröz a kényszer. Minden mértéktelen, máshogy mérnek, mint rég, de tudd, még zöld a fű, még mindig kék az ég. A boldogság képlet, hogy lej hozzád valót, ő nem tesz keresztbe. Érted fut, neked lót. A kategória győztese következik. Az Irodalmi Rádió szerkesztősége elismerő oklevelet, valamint az év trubadúrja 2021 címet és díjat adományozza. Talán nem kellene című verséért Lény Ede szerzőnek. Sok szeretettel gratulálunk. Lény Ede, talán nem kellene. Nem tudtam igazán, hogy mi a neved. Persze sejtettem úgy 25%-ban. Egyszer sem voltam kettesben veled, de ott voltál vélem minden záradékban. Az utóiratok is mind rólad szóltak, és rólad szólt egy-két lábjegyzet. Egyszer emlékszem, volt egy zárójel, melyben majdnem elakadt a lélegzet. Volt, hogy egy lepkefény buboréknak homályban tekergő langy felületében elbújva, elnyelve, beleolvasztva, suttogásot hallottam meghalni az éjben. Persze, leülhetnék végre valahára arra a padra, melynek az aljára odaragasztottuk közös rágónkat, mit te kezdtél rágni, majd átkerült a számba, vagy az a lábnyom, mit az új cipőm ejtett, mikor beleléptem egy kutya ürülékbe, te kinevettél engem, és orrodat fogva rohantál előttem a nesztelen éjbe. Érdekes, a nagy dolgok nem maradtak bennem, csupán ezek a semmi nüanszok, mikor ébren vagyok, nincsenek jelen, csak néha, mikor úgy vagyok, hogy éppen elalszok. És most rám szólnál, nem alszok, alszom. Engem ez most nem érdekelne. Hisz ölelném csípőt szorosan karolva a tavaszi esőben, a sárban térdepelve. Rideg, rusnya, radarhangú rémek rosszalkodnak ravaszul remegő ruhámban. Akarva, akaratlan vakarózni kezdek. Eldől a dolog, mert nincs meg a falába. Rokkan nyugdíjas. Már oly régi ez emlék, mi eszembe jutott egy pók csípéséről. Itt ülök magamba, pedig inkább mennék. Leveszem a póvert egy picit a fényről. Fél homályban aztán oldalogni kezdek. Majd fokozom ok nélkül a tempót, gondoltam még egyet, egy igazán szépet, de utána egyből gondoltam egy nem jót. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmet, szerzőinknek pedig a szép alkotásokat. Jelentkezünk, amint befejeztük az antológia szerkesztését, és feltöltöttük könyvkereskedelmi partnerünk a Líra könyvhálózatába. Az elkészült könyvet onnan lehet majd megvásárolni. A helyezettek okleveleit, valamint a győztesek díjait pedig mi fogjuk majd postázni, amint azok is elkészültek.
és ne feledjétek, hogy e héten még egyszer találkozhattok velünk következő műsorunkban, ami február 20-án szombaton este 7-kor lesz Facebook Live-ban, az Irodalmi Rádió könyvklubja, ahol Ulickaja Szonyecska című könyvét beszéljük majd ki, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, hogyha van kedvetek és ráértek, mára köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!